Majdnem három évtizede, hogy Hambalkó Magdolna aranykoszorús babakészítő mester első alkotása, a TV Maci elkészült. Természetesen nem ez volt az első próbálkozása, hiszen Magdi, ahogy sok más kislány is, a játékok bűveletében élt. Egészen kiskoromtól kezdve babáztam, elképzeltem kis fantázia lényeket, akár egy fészekben, vagy faudúban, és mondjuk, ha láttam egy faudút, azt elképzeltem, hogy ott kötényben főz a kismadár, vagy egy félig madár, félig ember, valamilyen lény, és elképzeltem azt is, hogy vajon hogy lehet az odú berendezve, vagy akár egy ürgelyuk. Terveit, amelyek szinte minden pillanatban a fejében motoszkálnak, adott ihletek, látványok és érzések is befolyásolják. Igazából nem tudom, hogy az ihlet hogy jön, azt úgy sosem boncolgattam. Azt tudom, hogy most hogy 24 évre van tervem, és én szerintem ez végtelen, tehát ettől több is lehet akár. És van olyan, hogy egy bizonyos idő után bevillant, mondjuk elkészítettem az új munkámat, és arról eszembe jut még egy másik, tehát nincs is vége. Általában úgy szoktam, hogy van egy gondolat az agyamban, elképzelem akár a sárkányos házat, akár ezt a legújabbat, és lerajzolom őket. Na most itt a kiskunhalasi munkánál is többféle tervem volt, és ez úgy a végére letisztul. Tehát amiben biztos vagyok, hogy rákerül a munkára, azt megrajzolom, és a többit, azt pedig úgy közben változtatom. De az alapötlet az fix. A tökéletesség a részletekben rejtőzik. A tündéri otthonok a miniatűr bútorokkal, berendezési tárgyakkal olyanok, hogy azok bármelyik pillanatban életre is kelhetnének. Ez már automatikusan jön, tehát az elején egy picit nagyobb bútorokat készítettem, nagyobb babákat. És amikor úgy meglepődtek a látogatók, hogy fú, hát mennyire aprólékos, és akkor én lepődtem meg, hogy ez nem is aprólékos, és akkor egyre kisebbeket próbáltam megtervezni, elkészíteni, tehát most már nincs akadály, úgy gondolom. Hát, hogy készítem, nem tudom el, de hát annyira jön magától. Erőleg ki se találom, hogy milyen anyagból csinálom. Nyúlok érte, és készül. Műhelyem nincs, a szobában szoktam készíteni ezeket a dolgokat. Ami azért úgy, hát szemetelek veled, a dekopírfűrésztől kezdve a fúrógépig minden van. Hát ami kellemetlenség ebben, hogy ezt össze kell pakolni időnként, mert nem úszhat az egész lakás tőlük. A kiskunhalasi kiállítás minden egyes darabja, maga a csoda, azonban többekben felmerülhet a kérdés. Vajon az alkotónak van kedvence? Mindegyikhez kötődöm nagyon, és általában azt figyeltem meg, hogy a legutolsó munka az, ugye friss az élmény, látom a reakciókat, azért itt is most a legutolsó, az a legnépszerűbb szerintem, úgy tapasztalom, és hát nekem is az a kedvencem, most a kiskunhalasi, a halasi mesevilág. Eleve azért, mert lokálpatrióta vagyok, és nagyon-nagyon szeretem kiskunhalast. Régi vágyam volt, hogy ezt elkészítsem, ezt a munkát, ami ugye 2000 órába telt. És azért is a kedvencem, mert ugye rengeteg olyan épület van rajta, ami hozzám közel áll, vagy esetleg kíváncsi voltam rá, hogy három dimenzióban milyen lehetett, mert van köztük sok olyan, ami már sajnos el lett bontva. A 170x270 cm-es nagyságú Halasi Mesevilág című térhatású falikép a II. Világháború előtti kiskunhalas épületeit és kicsinyített szobrainak együttesét foglalja magába, fantázia elemekkel és a városra jellemző motívumokkal gazdagítva. Az alkotás magával ragadja a látogatókat. Az nagyon nagy élmény például, ha bejön egy akár számomra idegen, vagy ismerős, és megáll a kiskunhalasi munkám előtt, és hogy ezt is én készítettem. Tehát az nagyon jól esik. De legfőképpen az, amikor akár férfi, akár nő odaáll, és meghatódik, vagy tényleg könyvbe lábad a szeme, és elmondja, hogy
milyen érzéseket vált ki belőle ez a munka. Tervek, elképzelések, megvalósítás és a hogyan tovább. Magdi jövőbeni álmai már papírra vetve várják, hogy életre kelhessenek. A következő munkáról beszélnék, akkor arra gondoltam, hogy egy kicsit könnyedebb témát választanék. Volt már elkészítve a Mézga család, újra szeretném őket elkészíteni egy régi tévében. És a tervem pedig az lenne, hogy szeretném, hogyha állandó kiállításom lenne itt Kiskunhalason.